Köszöntöm Önöket, az Öt kontinens egy nemzet adását látják. Mai műsorunkban egy olyan török orvost mutatunk be Önöknek, aki nagyon szereti a magyar kultúrát, és ezért megtanulta a magyar nyelvet. Azóta magyar regényeket fordít törökre, és a zenében is a kapcsolódási pontokat keresi. A török-magyar kapcsolatok évszázadokra nyúló története tele van kalandokkal és váratlan fordulatokkal. A török és a magyar nép történelme összefonódott a harcok és a barátságok változatos szövedékében. 2024 a magyar-török kulturális évad mindkét országban zajló változatos programokkal. Erdal Salikoğlu török zenész és énekes, a magyar kultúra és a magyar nyelv nagy rajongója, aki a magyar és török zene mélységeit kutatja, hidat építve a két kultúra között. Törökország után második otthonát Magyarországon találta meg, ahol mindig szeretettel fogadják. Erdal Salikoğlu történetét mutatjuk be most Önöknek. Ez egy szép parlandó, egy török parlandó. Bálama névű, népi hangszeren. Most itt vagyok Budapesten vendégművészként, itt találkoztam a magyar kultúrával. Mikor volt? Nagyon rég volt ez, 32 évvel ezelőtt orvosi továbbképzés alkalmával jöttem ide, reumatológiát tanultam, és közben megismertem a magyar kultúrát. Elhunyt barátunk Kobzos Kis Tamással megismerkedtünk akkor, és azóta folytatom ezt a szép munkát vele. Több mint 100 fellépésünk volt, 3 lemez született törökül, magyarul, két nyelvű, és az volt a célunk, hogy a török-magyar közti kulturális testvéri hídakat, újabb hídakat építeni, és a hídakat erősíteni, megerősíteni a hídakat. Pont ezzel az alkalommal jöttem most is, hogy a 24 török-magyar kultúr évad alkalmával megismerkedtünk Bársony Bálinttal. Jelenleg a Magyar Rapszódi projekt következő videóklipjének a felvételén vagyunk. A dolog különlegessége, hogy bár már a Levédia című albumunknál nagyon keresgettük és dolgoztunk azon, hogy ezek az ősi keleti rezgések megjelenjenek, melyeket tulajdonképpen mi úgy apostrofálunk, hogy ősi kárpát-medencei rezgések. Egyrészt ezek érkeznek azokból a fajta ősi hangszerekből, melyeket készítettünk, vásároltunk. Másrészt pedig nagyon sok kutatómunka előzte meg ezt a dolgot. És most odáig jutottunk utazásunkban, hogy úgy döntöttünk, hogy teljes mértékben elindulunk keletre, és azokkal a testvérnépekkel elkezdjük felvenni kulturális szinten, zeneileg a kapcsolatot, akikkel annak idején még együtt hát akár a sztyeppén együtt lovasíjáztunk. Ezek a népek nagyon-nagyon hasonló hangszereket használtak, és használnak a mai napig, mint ami a mi ősi zenei kultúránkban megtalálható. A kezemben látható tárogató például kifejezetten a török sípnak a modernizált változata, és ez a fajta török síp zúrna és egyéb más neveken Kínától egészen Törökországig megtalálható. Mi az oka, nem tudhatom, utam rovom, napról napra éről ére, napról napra éről ére. Idén van a török-magyar kulturális évad, és ennek az évadnak a keretén belül ősszel tervezünk egy törökországi bemutatkozást, egy kisebb turnét, és ekkor jött az ötlet, hogy készítsünk esetleg egy-két olyan török dalt, amellyel már megelőzheti a zenénk a mi érkezésünket.
Erdál mesterrel felvettük a kapcsolatot, aki kiválóan beszél magyarul, és nagyon szereti a magyarságot, a magyarokat, nagyon sokat kutatta a közös kapukat, ő úgy mondja, a kapcsolatokat. Egyébként a kapu is egy török szó, szintén azt jelenti, hogy kapu. Akkor kamerát induljanak! Az Uzun Ince Birjol Daim című dalt választottuk ki egy első állomásként, melyet Erdállal feldolgoztunk, és most ennek a klipforgatásán és a felvételén vagyunk éppen. Akkor, amikor igazán ismertem meg a magyar kultúrát, isztambuli főkonzul barátom Emre Miklós mondta, hogy jobban ismerjük egymást. És gondoltam utána, hogy igen, igaz, mert megismerni nélkül nem lehet szeretet. Pedig az emberiségnek szüksége van szeretetre. De ha megismerni nélkül nem lehet, akkor ismerjük meg jobban. Hogy? Először megtanulni a nyelvét, mert ha nem tud az ember a nyelvét, akkor nem lehet egy magyar egy törökként élni, érezni, se a török egy magyarként élni, érezni. Persze ez sokkal könnyebb volt nekem, mint más kultúrával találkozni, mert a magyar kultúra és török kultúra között már volt ősi kapcsolatok. Azt mondom, gyertek velem haza, Isztambulba, Törökországba, ott is folytatjuk ezt a barátságot. Üdvözöllük titeket Isztambulban, Hét Toronyban, mivel Magyarországról egyenesen idejöttünk Hét Toronyba, egy magyar vonatkozású hébe. Magyar történelem szempontjából is fontos, mert olyan nagy figurák, személyek, fontos személyek, mint Török Bálint, Bornemissza Gergely, és sőt, Vathaj Ferenc is itt töltött, néhányan itt veszették az életüket, és néhányan épségbe hazaérkeztek. Akkor lássuk, hogy milyen a Hét Torony. Vezess minket! Oké, szívesen, tessék! Régtől fogva úton vagyok, folyton folyvást vándorolok. Itt vagyunk a Tömlöc toronyban most. A Hét Torony egyik tornya, a bizánci falak egy része, de a hódítás után az Oszmán Birodalom kezébe egy hosszú ideig tömlöcként, börtönként is használtak. Hogy kell elképzelnünk, hogy nézett ki régen? Hát régen, ahogy látszik, vannak azok a lyukok, és néhány gerenda darab is látszik, és fönt látszik egy erkének egy kis része, és egész tetőig vannak azok a lyukok, ez azt jelenti, hogy több szintes. Több szint volt, igen, csigalépcsőként, több szint volt, és vannak a
a cellák. Tudunk most... mondani pár magyar nevet, akik életüket igen, az, vesztették a, itt? Hát ezt a tornyat Magyar Torony nevével is ismerjük, mert sok magyar nemes fogságba esett magyar nemes. Itt tölt sok időt, néhányan itt vesztették az életüket, közöttük van Török Bálint és Bornemissza Gergé, és még Vadhaj Ferenc névű magyar nemesek, magyar hősök is. Hát nekem is fontos történelmileg és lelkileg is ez a torony, mert az első könyv, amelyet magyarról törökre fordítottam, az Egri csillagok című könyv volt, története, meséje szerint. Itt rabként élő Török Balintot kiszabadítani, ide jött a fia, Bornemissza Gergely Magyarországról ide, gyalog, vagy lován. Jöttek ide, de sajnos nem sikerült kiszabadítani őt. És még Vadhaj Ferenc egy nagyon fontos figura, azért fontos, mert egy nemes, egy tiszt, egy várkapitány és költő. És itt írta a hét toronyba, valószínűleg ebbe a toronyba, a Tömlöc toronyba írta az Énekes könyv című könyvét. És onnan tudjuk, hogy nem halt meg itt, mint Gergő, mint Török Bálint, és épségben hazaérkezett, mert az a könyv oda jutott, és abból én is fordítottam egy verset. Elöntalak nézni, Európából szömlíni, mivel megtiltatott én nekem te benned, mint akarnám úgy járni, de mint madarkának, résén kalitkának, bánom kell úgy rád nézni. Megyünk most az egyik toronyra, 5., 6. század és utána a hunok is, a vizigotok, a gótok is, besenyők is, tatárok is többször próbáltak betörni és elfoglalni ezt a várost, ezért építették a bizánciak ilyen vastag, magas falakat. Pomagranával, tengeri halakval, aranyszínű borval bívelkedik sok jókkal, de magyarországi szép piros almákval tartnám én fehér borval. Erdál Salikólú története rávilágít arra, hogy a zene és a kultúra által összekapcsolt népek ereje képes áthidalni a távolságokat és az idők távlatait. Erdál olyan mélyen megszerette a magyar kultúrát, hogy szoros kötelék alakult ki benne a magyarok iránt. Ezért aktívan keresi a kapcsolódási pontokat a kultúra minden területén. Nem csak a zene iránt érdeklődik, hanem a nyelvtudását is olyan szintre emelte, hogy a legismertebb magyar irodalmi műveket fordítja le török nyelvre. Párhuzamosan több fordításon is dolgozik, miközben rendelőjében reumatológusként gyógyítja a betegeket. Kreálízhatod magad, támaszt néked ki másodra. 90-es évek elején épült második Boszforusz hídon, átmegyünk Ázsiába. Hódító Mehemmed a neve. Jutulj, láma gerek, viszonyú szó. Magerek, bírszözű szőny, lémek gerek, meleg lerde, bímezulat. Hova érkeztünk, Erdál?
Ez a második föld alatti emelet, és fizikoterápia és rehabilitáció itt van, és nekem a munkahelyem, és itt van az ambulancián. Orvosként dolgozok ebbe a kórházba. A fizikoterápia és rehabilitáció a szakmám. A karrierem, életi karrierem egyik észak-keleti anatóliai város, a grúz határhoz nagyon közel faluban, a úgynevezett dél-kavkazusi faluban. Kezdődött 55-ben. Nagyon rég. Recep Bey, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nedir sıkıntı? Nedir? Ott éltem, ott van egy kép a falon, abban a házban születtem, és ott éltem 6 éves koromig. Aztán édesapám elhunyt, tanár volt, és a kerületbe, vagy kisvárosba, iskolába került, és mi is átköltöztünk a kisvárosba. 11 éves koromig pedig ott éltem, aztán Isztambulba költöztünk. Most nézem, hogy a gerincén esetleg van valami szkoliózis, vagy kifózis. De nincs. Oké. Okay. Meglepetés a karrieremben a legszebb eset, hogy 32 évvel ezelőtt kerültem Magyarországra. Budapesten kezdtem tanulni ezt a szakmát. Így megismerkedtünk a magyarsággal, így ismertem meg a magyar kultúrát, magyar embert. Vettem észre, hogy mi a hasonlóság, mi a közös dolog két kultúrá között, a történelmileg, nyelvészetileg és lelkileg. Megismertem az erdélyi magyar, székely magyar, csangó magyar, mindenféle. Annyira sok hasonlóság van, hát hihetetlen az átlagos, a tiszta anatóliai paraszt török ember és a vidéki magyar ember között. Csak te kell lesz, csak te nekem. Tessék bemenni. Köszönöm. Hú, de szép otthonod van. És melyik porcelánod után van? Igen. Ugye sok? Milyen porcelánok? Imadom ezt. Magyar. Mind magyar. Igen, mind magyar. Zsonnai, a másik pedig a többi herendi. Mióta gyűjtöd a porcelánokat? 25-26 éve. Azelőtt is persze ismertem, amikor Magyarországon voltam, de akkor kezdődött, és ha nem rosszul emlékszem, az volt az a kaspú. Az volt az első komoly szenvedély, sőt betegségnek is hívom magam. De szép betegség. Szép. És közben igen, látom, hogy itt van az asztalon egy, igen, ide tett, egri csillagok könyv. Igen. Másik úgy mondják, hogy ez egy másik mese, akkor majd, majd szólok róla, de nem, röviden elmondhatom. Mi volt az első könyv, amit lefordítottál? Az egri csillagok? Igen, igen, az volt. Antaljába került egy erdélyi csoport, és a vezetőjük Beder Tibó, egy geográfus, tanár és utazó. Székely kaput vitt oda Antaljába, Antaljában lévő Magyarkő névű kis faluba, és ott énekeltem én. Ezzel az emberrel megismerkedtünk akkor, és azt akarta, hogy fordítsam ennek az utazásnak Székely földből Antalya a magyar köly, azaz magyar faluba utazó kapunak az úti könyvét írta, és tőlem kért, hogy fordítsam. Akkor, igen, nehezen, de szépen fordítottam, és a barátaim mondtak közben, hogy a turkológusok, magyar turkológusok mondták, hogy
ez tökéletes, szép, tiszta fordítás. És akkor döntöttem el, hogy akkor miért nem fordítok valamit. És az a valami lett ez Egri csillagok. Mert azóta is ismertem már, és tudtam, hogy miért, mennyire fontos, és miért fontos. És az nagyon furcsa volt, hogy több mint 100 éve írt könyv, csak törökről, magyarról szól, és 19 nyelvre fordított, de törökre nem. Ez nem furcsa? Nagyon furcsa. Törökről, magyarról szól, 19 nyelvre fordított, de törökre nem. És ezért mondtam, hogy ez legyen az első fordításom. Ez lett, aztán már híres lettem magyar földön is. És mennyi ideig tart lefordítani ez egy ilyen könyvet? Ez másfél évig tartott. Igen, ezt emlékszem, jól emlékszem, hogy másfél évig tartott. Az az esemény, ami történt Egerben, magyar szempontjából nagyon fontos dolog volt. A tartásnak, erőnek nevezhető dolog volt, annak a kezdete volt. Azt akarta emlékeztetni Gárdonyi. Nem azért írta ezt, mert az a török ellen valami. Nem, azért írta, mert hé, magyar, térj vissza magadra, mert neked ilyen ősöd volt. Egy hősies múltad volt neked. És akkor kérdezi a magyar, hol, mikor volt? Ott. 1552-ben Egerben volt. A magyar lelkét raboltam én. Igen. Közben egy pár anyagot is, legalább 17 könyvet, 17 író művét raboltam, és hazavittem. Nem egy magyar lányt, ahogy az őseim szokták csinálni régi szép időkben, mondjuk. Ezek Szigetvárról szóló trilógia, elfoglalása, visszafoglalása, és aztán magyar barátaim itteni diplomaták és a Liszt intézeti vezetők így választottuk, hogy inkább magyar kultúrát bemutatni Törökországon. Ezért így választottuk, hogy Tüskevár, Kele és Csi három könyvét fordítottam Fekete Istvántól. És közben megismerkedtünk Cébert Robert Gyula bátyámmal, és neki egy Attiláról szóló, egy komoly munkáját fordítottam. Aztán a török hadizene Magyarországon, ezek tudományos könyv, és a törököknek is tanít sok mindent. Koppány Aga testamentuma, megint Fekete István. Török tükör, uniói irodalmi díjat kapott. Pacsirta, Kosztolányi Dezső, Örkény István, azt mesélt el Pista. Tulajdonképpen a szigetvári könyvek előtt egy érdekes kis kézirat a Cserenko Ferenc a halála után, a szigetvár elestéje után írta ezt a naplót, hogy hogyan esett le a szigetvár. A magyar történetek vagy kis novellákból választás, és ez lelkileg nekem is szól, mert egyik legjobb barátom, zenész barátom, Csörsz Rumen Istvánnak az apja, író Csörsz István könyve. A halála előtt, pont halála előtt fordítottam. Nem látta, de hallotta, tudta, hogy fordítom. Az utolsó pedig Fodor Pál a kánoni türbéjéről, azaz szigetvári türbéjéről szóló, egy tudományi. Hát én immár itt válaszok. Néha van olyan, hogy magyarul beszélek
magamnak, mert magyarnak érzem magam, és elfelejtem néha az anyanyelvemet is, magyarul beszélek magammal is, pedig nem is vagyok magyar, csak hun vagyok. Csicseim, csicseim. Mára köszönjük figyelmüket! 5 kontinens, 1 nemzet című műsorunkat látták. Ismétléseinket megtekinthetik a Dunán és a Dunavördön. Adásunkat és a hozzá kapcsolódó információkat a www.mediaclick.hu/5kontinens weboldalunkon láthatják. Magyar Világ című testvérműsorunk is érdekes riportokkal jelentkezik a héten. Számítunk figyelmükre legközelebb, és viszontlátásra!